hallottok, beszéltek, írunk. Hát én a 7. kötetben, ami ugyebár a jelenésekről szól, és ennek a végén elbúcsúzom, összefoglaltam az utolsó időket. Most a mi beszélt az utolsó időkről, egy aktuális, nagyon, méghozzá mondok egy szót. Száraz. Hát ami most van, az senki nem tudja, hogy mi van, hol vagyunk. És ezt most azért exponálom nektek, akik már rendbentesek vagytok. Hát én nem tudom, hogy itt van a szellemelő anyag. Ezt én 18 éves koromban szinte kívülről tudtam. Mondatok vannak, és csodálatos, egyszerű mondatok. Nincs hozzá magyarázat, de nem is lehet, mert nem tudná megérteni az ember, főleg akik kritikát és egyeneket tanultak, mert mindig azon keresztül próbálják a teremtést megérteni, ott egészen más valami. Hát, én csak három számot mondom. Az egyes, kettes, meg a hármas. Idáig eljutottam, és az első kötetben már ott van a szellemelő anyagnak a számtörvénye, az első oldal, ami ugye a végső soron 30, 10, 10, 10. Mit mondtam? Én Istenről annyit tudok, hogy kezdet nélkül nem létezik semmi teremtmény. Végső soron matematika se lenne, hogyha egyes szám nem lenne. És mi a kettes? Hát a kettes szám, hát az ugyancsak közvetlenül Istenhez tartozó, és ez az úgynevezett kiáradása, amit ugyebár igének mondunk. Semmi nagy vita van, hogy most az ige Krisztus-e vagy első, stb. Természetesen a kettes szám tulajdonképpen, mivel Isten ugyancsak szellem, lélek, tehát mozgató és anyag, mint a legtisztább fény. Ez a háromság kiáradt a mindenség, kiáradt a semmire. Na most erre megszólalnak a kép, hogy mi a semmi? Hát ami nem mozog, ami tétlen, nem lehet mondani rá semmit. De mikor hozzájárult az egyes, akkor a nullához egy tízes lett. Hát az már valami. Ez a természet. Ez volt az életerőben Isten először nem szellemet, hanem életet, mozgást teremtett, és ez itt körülöttünk van, érezzük, mindenben, idehajol, ilyen mélységben is. Most gondoljátok, hogy akkor milyen csodálatos volt, amikor ebből a tiszta kettes számba leherte bele az ő gondolatát, és így vagyunk Istennek egy-egy gondolata.